Ez a két tűz között az ATV és az Ultrahang közös műsora. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Király Tamás vagyok, és itt van velem műsorvezető társam Gavra Gábor, az ATV.hu főszerkesztője, és ma is nagy tisztelettel köszöntjük a stúdióban Krausz Tamás történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ismét velünk tart. Jó napot kívánok! A kedves hallgatókat bátorítjuk, hogy iratkozzanak fel a csatornáinkra, a videó leírásában megtalálják ennek a linkjeit, ugyanis, hogyha feliratkoznak, akkor kapnak értesítéseket az újabb és újabb videóinkról. Ajánlom az ATV-nek a YouTube csatornáját is, ahol nagyszerű közéleti beszélgetéseket találnak, az Ultrahang csatornáján külpolitikával találkozhatnak, Krausz Tamás csatornáján pedig többek között ezeket a beszélgetéseket nézhetik vissza, korábbi tévészereplésekkel és extra tartalmakkal is várják önöket, és várjuk a hallgatói kérdéseket is a videó leírásában található linken keresztül. A következő adásokban majd szeretnénk olyan blokkot is biztosítani, amikor a Krausz Tamás különböző hallgatói kérdésekre válaszol. Nyilván ön tudja megmondani, mi csak meg tudjuk kérdezni, hogy az ukrán nemzet tudat, az ukrán nemzet tudatnak a születése vagy átalakulása, az mennyire köthető ez a háborúhoz? Azért kérdezem, mert ugye egy olyan fél évvel nagyjából a háború mostani szakaszának a kitörése előtt, tehát az Ukrajna elleni tavaly februári támadás előtt, orosz támadás előtt Putyin írt egy esszét, amelyben gyakorlatilag kétségbe vonta az ukrán nemzetek a létét. A maga a háború az jelenti-e azt, hogy Oroszország, mert itt ugye lelkekről van szó, eddig most is erről beszéltünk, ez egy kevésbé exakt megközelítés, de muszáj róla beszélni, hogy Oroszország mennyire veszítette el a háború eszkalációjával az ukrán lelkeket? Hát egy nagyon fontos, bonyolult, nehéz kérdést tett föl Gábor, ezt meg kell, hogy mondjam. Mert nincs egyértelmű válasz rá. Nagyon különböző. Mert ha azt a kérdést teszem fel, mi az, hogy ukrán nemzet tudat, és ezt történetileg vizsgálom, akkor ki fog derülni, hogy két-háromféle nemzettudatot is lehet azonosítani a megelőző évtizedek alapján. A Szovjetunióban is már volt két-háromféle viszony Ukrajnához. Én azt szoktam mondani, hogy az 1970-es években Moszkvában tudományos akadémián senki nem tudta, hogy ki az ukrán, meg az orosz, senkit nem érdekel. De abban a pillanatban, amikor Jelcin bejelentette 1900 Oroszország független, meghúzta a lélekharangot a Szovjetunió fölött, akkor megkezdődött egy olyan új típusú nemzettudatnak a kialakulása, amit még azok se tudtak, akik akkor elkezdték Ukrajnát megalapítani, hogy hova vezet. Ez egy természetes vagy egy mesterséges folyamat? Mind a kettő. Minden nemzetállam az egy mesterségesen jön létre. Hát olyan nemzetállam talán nincs is, amely nagyon kevés van, amelyik nem valamilyen háború kapcsán jött létre, ahol ugye mi a nemzet, nemzetállam döntően, ugye a nemzeti piac körbehatárolása. Bár én pont a háborút azt egy kicsit ilyen természetesebb evolúciós folyamatnak tartom, hogy abban úgy meg tud születni egy nemzet, de amikor vonalzóval születik meg egy nemzet, meg asztal mögött. Hát ezek az államok, ugye a Szovjetunió szoktuk mondani, hogy a nemzetek inkubátorának bizonyult, és egy csomó nemzet kijött belőle, és ezek ugye ott akkor létrehozták azt az államot, amiről most beszélünk, különböző a nemzettudat különböző árnyalatával, különböző fejlettségi szintjével. Ezért azt mondanám, hogy durván a háború ezt az egész folyamatot felgyorsította. De az biztos, hogy soha nem volt Ukrajnában egy nemzettudat. Mindig kettő volt. Már második világháború alatt is ugye voltak ukránok, akik az ukrán nacionalista, nemzeti, szovjetellenes, pronáci logika mentén cselekedtek, és volt a szovjet partizán mozgalom, amelyik szintén tele volt ilyen nemzeti hazafias emberekkel, ukránokkal, akik proszovjetek és antinácik voltak. Na most ez a két tudat, ez úgy egymás mellett élt, annak ellenére, hogy az 50-es évektől túlsúlyos volt ugye hivatalosan ez a szovjet tudat. Na most ez a háború ezt a polarizálást megerősítette. A 8 éves
időszak is, és az, hogy az orosz invázió egy magasabb szintre emelte az erőszakot, ez felgyorsította ezt a polarizálódást. Tehát így látom a dolgot. Ez a fajta ukrán, mondjuk így nemzeti öntudat, vagy nacionalizmus, amely nagyon erősen egy korábbi beszélgetésben, most egy picit leegyszerűsítem, hát ha egyszer még erre vissza tudunk térni a beszélgetés, vagy később időben, Ukrajnában ez a mostani nemzettudat nagyon erősen kötődik ahhoz a pronáci hagyományhoz, amely a II. Világháborúban a szovjettel szemben határozta meg az önállóságot a németekkel, a nácikkal szövetségben. Na most itt nem lehet ettől elvonatkoztatni. Ez valamilyen értelemben visszajön, amikor Zelenszkij azt mondja, hogy nekünk a hőseink a Bandera és a Suhevics. Amikor ezt visszaolvasod magyar liberális labban is, ezt mentegetve, hogy kvázi ez része a nemzeti identitásnak, és a jó ügy az az ukrán oldal, akkor ugye hát végig gondolod, hogy miket beszélnek, Atya Úristen, akkor azt kell mondani, hogy ez egy nagyon furcsa állapot, és hogyha ez igaz, akkor ezt be kell vallani. Akkor ezt tudatosítani kell, hogy a nemzeti kohéziónak Ukrajnában ma ez egy eleme. Ez egy eliminálhatatlan része. Amikor ugye a Zelenszkij azt mondta megválasztása után, Poroshenko után szabadon, hogy igen, a Zelenszkij meg a Suhevics nemzeti hősök, akkor innentől mármint, hogy a Bandera meg a Suhevics. Hogy? Mármint, hogy a Bandera meg Bandera a Suhevics. Bandera és a Suhevics, ugye, és minden városban van 10 Bandera utca, meg 20 Suhevics tér, meg nem tudom micsoda. Ez majdnem ez olyan, mint a Magyarországon szálasi terek lennének, meg Horthy utcák, de inkább szálasi terekre lehet ezt hasonlítani. Mert még azok, vannak ilyen Magyarországon is, a történet állandóan hamisítják, mint tudjuk, hazudoznak össze-vissza. Van, aki azt tudja erre húzni, vagy azt tudja erre mondani, hogy hát tulajdonképp ők a nácik ellen is harcoltak. Mert van ilyen, hogy hát tényleg voltak konfliktusok a németeken, de míg a szovjetekkel szemben fegyveres harc, hogy egyetlen német archívumban egyetlen dokumentumot nem találtak, hogy a Bandera és a Suhevics csapatai, az ukrán felkelő hadsereg egyetlen németet lelőtt volna. Tehát a mítoszok tartják egybe ezt a nemzeti tudatot. És ezzel nem tudsz kimenni. Ezt őszintén, tehát mi nekünk a tényekről kell beszélni, nem az, hogy mit szeretnénk. Csak nem pont a mesterséges volt, amiatt történik ez így, hogy valójában annyi a külső behatás, nyugati behatás, korábban német behatás, ugye látjuk azt, hogy mondjuk Ukrajnában már teljesen más ideológiai rendszert honosítottak meg az amerikaiak, mint ami az orosz volt, és hogy pont ezek a mesterséges helyzetek teremtenek egy olyan nehéz kérdést, mint amit a Gábor az előbb feltett, hogy mi az, hogy ukrán identitás. Ez abszolút igaz. Erre mondom azt, hogy többféle van még ma is. Hát a nép az nem banderista. Ennek semmi értelme. Milyen az ukrán nép? Az ukrán nép az egyszerű ukrán emberek. Hát én találkozó emberekkel, hát azok teljesen normálisak. Mindenről lehet velük beszélni, hogy miért van, ha nem félnek. Ha felengedtek. A másik oldala ennek az identitás kérdésnek, illetve ennek a gyökereinek a orosz oldalon, az pedig ugye szintén a II. Világháborúban, meg az azt megelőző időszakban visszamenő nosztalgia, egy nagyon komoly sztálin nosztalgia, illetve az a tény, hogy ugye a mai napig azt hiszem, hogy ez talán így van, hogy geopolitikai katasztrófának tartja maga az orosz elnök a Szovjetunió összeomlását. Ami mondjuk a szovjet, hogy mondjam, igen, csak a szovjet birodalom perifériája volt Magyarország annak idején, egykori szovjet perifériához tartozó országban élve ezt azért nem olyan jó hallani, hogy... Lehet, hogy nem jó hallani, de biztos, hogy nem jó. Ettől az igaz. Én ma is tudok olyan társadalmi csoportokat Magyarországon, akik a Kádár rendszerre nem úgy gondolnak vissza, mint a rabszolgaság korszakára, nem úgy gondolnak vissza, mint valamiféle szociálfeudális rendszer. Hát ez rendszer, ugyanaz, mint hogy az ukránok egy része a Banderára nem így gondolnám. Körülbelül. Jó. Csak hát ugye nem azonos értékű. De még egyszer hangsúlyozom.
az egyszerű emberek, a banderista, ez a suhévi, ez a fölülről jön. Tehát a hatalmi struktúrák felől jön, a bizonyos fegyveres, nacionalista erőktől jön. Ez manipulált, ez az államszervezés ideológiája, az mindig fölülről jön. Tehát nem szabad azt gondolni, tehát sokkal mélyebb gyökere van, amit említetti a Sztálin nosztalgiának a Szovjetunióban, mint a banderizmusnak. A Sztálin nosztalgia valamikor fölülről jött, már nem a nosztalgia, hanem az is, hanem maga a jelenség, a sztálini kultusz. De ez olyan mértékig áthatotta a társadalmat, hogy ma is ez szervező erő, hát ezt lehet bizonyítani, hát népi kezdeményezés van arra vonatkozóan, hogy Sztálingrádnak adják vissza a nevét, ugye, mert Volgograd. Egyelőre a hatalom ezt manipulálja, nem akarja engedni. Meg hogy vajon Putyin mennyire szeretne. És Putyin se akarja, mert a látszatát is kerülni annak, hogy itt valami szovjet, szocialista, valami fordulat van, ami persze a kommunistáktól nem lenne idegen. Nem tudjuk Oroszországba is, hogy merre mennek az események. Halvány fogalmunk nincs. Lehetőségek vannak. A háború nagyon sok mindent helyre fog tenni a szónak abban az értelmében, hogy új hatalmi rendszerek épülnek ki, új gazdálkodási szisztéma látszik ki az egész világgazdaságban. Hát tehát azt kell a hallgatóval szerintem tudatosítani, az emberekkel, akik nincsenek a propagandától megvezetve, hogy itt folyik a harmadik világháború. Tehát ez a döntő tényező. De még egyelőre azon a fokon van, ahol visszafordítható. Nem tudom, hogy világos-e. Tehát olyan mértékig involválódtak már ebbe a harcba, már az oroszok, a kínaiak, az Egyesült Államok, az Európai Unió. Ukrajnában megütköznek az erők, tisztán látszik, és hol engednek egy kicsit, hol újra eszkaláció, hol kicsit visszavesznek. Mi Spanyolország újra. 36-39 között? Nem szeretem őszintén a történelmi analógiákat, ezt Gábor, csak azért, mert inkább megzavarja sokszor az embert, mint hogy megvilágosítson. A spanyol az nem. Akkor máshogy kérdezem, egymás között is beszéljük ezt rendszeresen, hogy vajon a történelem utólag majd ezeket az éveket úgy fogja értékelni, mint a harmadik világháború kezdeti évei, amikor még csak Ukrajna területén zajlottak a harcok, vagy úgy fogja értékelni, hogy ez egy proxy háború, és minden feszültséget Ukrajnán vezettek le, és örüljön. Hát én remélem, hogy ez az utóbbi lesz, mert akkor az azt jelenti, hogy mégse lobban be egy teljes világot elpusztító háborúvá, és akkor megmarad egy proxy háború szintjén, és valahogy kompromisszumot fognak találni. Ez a remény. Csak tudjuk azt, hogy a folyamatok kiszoktak az ellenőrzés alól menni. Ez az orosz-ukrán háborúra jellemző, hát amit most látom. Jellemző, hát nem lehet, már az Zelenszkit se lehet ellenőrizni. Pedig kezdetben azt hitték, hogy egy jó színész, aki a politikában egyáltalán nincs otthon, és egy kuka, és közben magára talál és saját szerephez. De akkor most már más a Zelenszki szerep, mint az amerikai érdek? Nem tud, attól nem tud soha elszakadni, az európai érdekektől se tud, de bizonyos önállóságra szert tud tenni, és ez az önállóság is szintén az eszkaláció irányába nyomja. Nincs más, hát hogy tudsz nemzeti vezetőként fönnmaradni úgy, hogy állandóan azt mondod, hogy hát igen, elbuktuk a háborút, és hogy nincs esélyünk. A másik oldal se tudja már mondani. Hát ugye ez visszavezet minket oda, hogy egyáltalán véget lehet-e vetni ennek a háborút. Be lehet-e akár fagyasztani a háborút, mert annyira távol van a kitűzött győzelmi cél, a két fél kitűzött győzelmi célja egymástól, amiben én nem látom egyelőre azt, hogy bármilyen kompromisszum lehetséges. Hát Bakhmutot is nagyon nehezen engedik el, mert ha ott ki kéne mondani egyik vagy másik félnek, hogy ez az eredmény született, akkor az lehet, hogy nagyon megzavarná a lelkesedést. Vannak, akik azt mondják, hogy a tűzszünettől is azért óckodik Ukrajna, mert ha pár hónapig mondjuk a lakosság visszatér egy normális kerékvágásba, akkor elkezdenek más kérdésekkel is foglalkozni, szerintem és megtörik a háborús lendület. Szerintem a fontos dolgok ott dőlnek el, hogy Nyugat-Európa lakossága, az Egyesült Államok lakossága, a választási periódus az Egyesült Államokban, hogyan hat a hatalmi elitekre? Hát meddig lehet csinálni a szankciós politikát?
Meddig tudja az Egyesült Államok a milliárdokat beleönteni ebbe a vállalkozásba? Ez egy nagyon nagy kérdés. De a francia elnök már kezdi megérteni, hogyha a lakosság akármilyen kérdésben belobban, a második követelés már az lesz, hogy hát ne Ukrajnába rakjátok a pénzt, hanem a helyi lakosságba, és ennek a veszélye, vagy nem veszélye, mert attól függ, hogy világ eshetősége, attól függ, hogy világszemléletileg ki hol áll, ennek igen nagy. És ezt fogja eldönteni, hogy na, akkor azt fogják mondani az ukránoknak, mondjuk, most föltételezem, hogy hát akkor tárgyalni kell, mert Bakhmut után még egy ilyen vereség, akkor már tényleg nem lesz kivel harcon, és hogy akkor most kéne tárgyalni. Tehát valahogy így tudom elképzelni, és az oroszok nyilván, amit az alkotmányba beiktattak, azt most még hajlandók lesznek alapul venni. Tehát ugye a négy terület, amiről beszélünk, és a Krím. De ha elrontják megint, mint tavaly márciusban a tárgyalási sanszot, az amcsik nem veszik észre, vagy túleszkalálják, vagy nem tudom én, kimegy ellenőrzés alól a dolog, akkor ki tudja, hol áll meg a kő. Hát ez nem lehet tudni. Akkor lehet, hogy a következő lépés, hogy a Dnyepernél lesz a határ. Na de az se jobb, ha mondjuk valaki azt, hogy te széttrancsírozták Oroszországot, visszavették a területet, lövik a Krimet, maga az oroszok hadat üzennek. Azért vegyük figyelembe, hogy Oroszország nem üzent hadat. Ezt mindig szoktam mondani, emberek, Oroszország még nem folytat háborút. Tehát a rendes orosz hadsereg még nem avatkozott be a sor köteles, tehát nem mondták, hogy híja haza háború végveszély, hanem egy különleges katonai akció folyik. De akkor ez nem csak duma, hanem itt van a kettő hát között. Itt van, de ez törvényileg is máshogy van, akkor a dumának háborút kell hirdetni, hát úgy, ahogy az Egyesült Államok se üzent hadat, csak részt vesz a NATO háborúban. Igen, az a különlegesség ennek a helyzetnek, hogy szegény Ukrajnán kívül elvileg senki nem háborúzik, de valahogy mégis elpusztul egy fél ország. Nem csak a fél ország pusztul, szerintem az Európai Unió gazdasága, a világgazdaság, átalakul a világgazdasági szisztéma, amit megismert az a generáció, amelyikben önök élnek már, ezzel nem akarom önöket sajnos nagyon különböző generációval tartozunk. Igen, de mind a két generáció megszokta azt, amit úgy hívnak, hogy neoliberális világrend, ennek a világrendnek vége. És ez viszont visszafordíthatatlanul véget? Ennek visszafordíthat. Hát ugye ma már tehát nem tudom, de hát állítólag az import-export arány a világgazdaságban már 25%-ba átrendeződött. Ugye mindig azt mondani. Vannak, akik azt mondják, hogy az orosz-ukrán háború valójában erről szól, hogy lelassítsa egyébként pont a nyugat azokat a folyamatokat, hogy a dollárnak az egyeduralma azért még tarthasson, hogy Kínának a gazdasági elsőbsége akkor addig is mással vannak elfoglalva, hogy nyersanyag tekintetében. Az új világrend kialakulásának vagyunk a tanúját, annak része. Ez vérrel vassal szokott létrejönni minden ilyen váltás. Amíg a Szovjetunió volt, addig ez a vérrel vassal nem, ez kialakult a neoliberális világrend. De miután az USA egyedül maradt a színpadon, egyszer csak bejelentkeztek többen arra, hogy hát az Egyesült Államok egyedül ne kezeljen bennünket. Tehát ez nem megy tovább, ez, hogy egyetlen állam diktálja a jogot, a törvényt, ő mondja meg mi a jó, meg mi a nem jó, mert a helyi hatalmi elitek Afrikába, Ázsiába máshoz már máshogy szocializálódtak. Tehát nagyon ne. Lehet, hogy az USA úgy tűnik, hogy az egész nyugati világot maga mögött tudja, de Eurázsia elveszőben van. Hát azért vegyük figyelembe, hogy az egyik kiszorult a Közel-Keletről. Ugye, hát még ugye, hogy Szíriába lopja az olajat, ott van egy kis katonai ízével. Na de már nincs jelen a Közel-Keleten katonailag. Hát ugye ezt jelezte a szaudi-iráni megbékélés, ami Pekingben történt. Kicsit nem ugyanaz történik a Eurázsiával, vagy akár hogy míg Putyin az ukrán lelkeket veszítette el, a nyugat az oroszok lelkét veszítette el, nem? Nem, hogy a nyugat nem elveszítette az orosz lelkeket, a nyugat, gyakorlatilag meg akarta semmisíteni, most is megsemmisíti az orosz lelkeket, tehát már olyan oroszokat is Putyin mögé
nyomnak be, akik eredetileg hát egy nyugatimádó gondolatkörben nőttek föl a peresztrojkában. Egyébként a szankciók részben azért olyanokat sújtottak, akik pont Putyin ellenesek voltak. Most csak az oroszok elleni nyugati személyes emberekre, hát mindenhonnan ki a gazdasági szankciókkal zárják ki az oroszokat, kulturális szankciók vannak, sport, a mentalitás, ember. Ilyen nem volt. Gábor, ilyen nem volt a náci Németországgal. Tehát azért így nem viszonyultak hozzá. Hát azért emlék, ha már analogizálunk. A 1936-os német olimpia, náci olimpia. Hát ott nem... Mindenki oda ment, ott nem bojkottálták. Azt megkérdezte, hogy Hitler kivel fogott kezet, de... Hát az most mindegy abból a szempontból, hogy nem bojkottálta a nyugati demokrácia. Az egyébként egy legenda, hogy Jesse Owens-szel nem. Hát de... Hát azért ez azért valamit számítson. Szocsiba is volt olimpia, egyébként megjegyzem, de ami valóban, ami 22 óta... Jó, hát én most a következőről, ahonnan már kizárták az oroszokat. Hát egy csomó nemzetközivel, minden csapatversenyről már olvastam a Bach nevű főnöknek a szövegét, hát az tényleg az. A kollektív bűnösség náci logikája az. Nem azért, mert német, mert ő azt nem tudja. Hanem mi az, hogy minden orosz sportoló, minden orosz ember felel, miért? És az amerikaiak háborúi, akik végig háborúzták, az egész 2000-es éveket legalább 6-7 olyan háborút folytattak, aminek összességében olvasom az irodalmat, legalább 1 millió halottja van. Jugoszláviát az ENSZ törvényeivel ellentétben bombázták meg, Irakot kifejezetten ENSZ tilalom ellenére támadták meg. Tehát olyan nincs, hogy mindent egy ország tud meghatározni. Ezt előbb-utóbb a népek nem fogadják el. És nem lehet kétféle standardet felállítani, de az a Putyinék kezére játszik, az orosz hatalmi elitére, mert azt mondják, hogy akármit csinálunk nekik, akárhogy imádtuk Európát, szankciókat kaptunk. Hát ha szankciókat kaptunk, akkor bármit megtehetünk, mert úgyis azt fogjuk kapni, amit a nyugat 5 évszázada Oroszországgal, és akkor most fölfedezik az orosz hatalmi elitek, hogy a nyugat mikor, hol, hogyan háborúzott Oroszország ellen, és Oroszország mikor, hol, hogyan védte meg magát, és már kész van egy olyan legitimációs ideológia, egy olyan a hatalom számára kész önigazoló ideológia, amiből már nem tudsz kijönni, amíg meg nem oldott harctéren a dolgot, hogy megint megvédtük magunkat, mert azt nem mondhatja a népének, hogy na elbuktunk, veresége, akkor nincs Oroszország. Ezt is a Brzezinski nagyon jó megmondta, hogy Oroszországból 5 kell, hogy legyen. Föl is osztotta, hogy melyik nagyhatalom, melyik fölött gyámkodik, és hogyan lehet ezet, mint a régi ilyen kisebb fejedelemségeket csinálnak, úgy, ahogy a polgárháború idején 18-ban az első háború után ez el is indult. Ja, volt Németország kapcsolatban is ilyen terve a második világháború végén. Pontosan, hogy apróbb részekre kelljen osztani, és ez furcsa mód az amerikaiak jobban akarták, mint az oroszok. Ha már szóba került Afganisztán meg Irak, az mennyire reális az a benyomás a mostani háborúról, az orosz-ukrán háborúról, hogy ugyanúgy nagyon nehezen belőhető az, hogy itt hogy akarják lezárni, vagy hogy akarják megnyerni a felek ezt a háborút, mert ugye mind Afganisztán, mind Irak, egyébként Afganisztánban akár az oroszok afganisztáni háborújára is lehet utalni, meg az amerikaiakére is. Az a közös bennük, hogy végül is aki elkezdte ezt a háborút, vagy aki részt vett ebben a háborúban, az nem tudta, hogy hogyan jöjjön ki belőle, és aztán a végeredmény az vagy rosszabb, vagy ugyanolyan volt, mint ahogy elkezdte. Ezt teljesen egyetértek, hát ez így van. Tulajdonképpen az Egyesült Államok lehet, hogy nem is akarta megnyerni. Lehet, hogy nem akarta megnyerni. Hát mit nyer meg Afganisztánon? Tehát a mindennapi embereknek, ha van valami tipp, ilyen üzenet, vagy nem tudom, minek nevezzem, hát akkor azt kell lenne megérteni, hogy az olyan nincsen, hogy te bemész katonailag,
egy hát főleg Kelet-Európába kéne érte. Bemész egy országba katonailag, és addig vered őket, amíg nem lesznek demokraták. Nem is értik, hogy hogy kellene nekik demokráciát csinálni. Hát hogy? Hát ugye mindig el szoktuk mondani, hogy a nyugati polgári demokrácia a gazdagságnak egy fokán jöhetett létre. Te hiába vered az afgán embereket, nőket, férfiakat, nem tudnak nyugati rendszert csinálni. Hát Magyarországon nem jött létre, ezt szoktam mondani, vadul ismétlem. Magyarországon és Oroszországban se jött létre 30 év kapitalizmus után sem nyugat-európai típusú polgári demokrácia. Gondolom ebben önökkel egyetértünk. Hát ha nem jött létre, akkor hogyan képzeljük, hogy tőlünk még keletebbre, ahol egész más történelmi pálya fut, ott ez majd létrejön, mert megjelenik a jenki katona, aki meg se nagyon jelenik, mert nem szeretnek a jenkik meghalni. Tehát ezt inkább átengedik helyi erőknek, levegőből háborúznak, ők nem mennek megütközni. Talán ez a különbség most az orosz-ukrán háború között, hogy azért Oroszország ezt a háborút elsősorban nem a levegőből vívja. Jó, de nem akarom az oroszokat itten túl negatív fényben feltüntetni, de hát ők tüzérséget csinálják azért, tehát itt, hogy mondom, az egy-egy városban persze itt nagy jelentősége van, hogy bizonyos erőket gyalogosokként bevetnek, és rohamharcot folytatnak, na de alapjában azért ez egy tüzérség is, és drónháború. Tehát az oroszok nagyon is figyelnek arra, hogy a veszteségeik tolerálhatók legyenek, mert ha a Putyin rendszer valahol meg tud bukni, akkor azon, hogy az anyák elkezdenek tiltakozni. Inkább az az érdekes kérdés, hogy Ukrajnában még a lakosság nem ébredt föl? Vagy nagy a tűrőképessége? Nem tudom. Hát most maradjunk a legszerényebb adatoknál, két amerikai, egy McGregor és a Ritter, akit nem mind a két amerikainak ma már ismerik a nevét, akik ugye a republikánusok, de tárgyszerűen elemeznek. Hát mind a kettő, amikor elemzi az ukrán helyzetet, azért az, hát, hogy mi az a tűrőképesség. Ez nem egy katonai kategória. Ezt nem tudjuk, hogy mikor mennek ki az anyák. Na, de mind a ketten azt mondják, hogy 150 ezres a kiesett veszteség. Tehát a halottak és a súlyos sebesültek, ebben nincsenek benne az enyhébb sebe. Az egy komplett hadsereg. Ha jól emlékszem, a magyar hadsereg létszáma 1988-ban, azt hiszem, ha jól emlékszem, 150 ezer volt. Jó, ez egy kisebb ország, de ez egy komplett hadsereg. Ezt hogy lehet pótolni? Gondolj bele, ha ez egy komplett hadsereg egy országban. De vannak más adatok, de én tudatosan egy alacsonyabb, a legkevésbé magas adattal operálok, hogy ne ilyen propaganda számokat mondjak. Előbb-utóbb ennek következménye van a lakosságra. Hogyan következik az orosz társadalomra, vagy mi következik az orosz társadalomra vonatkozóan, és mi az ukránra, ezt nagyon nehéz megjósolni. De egy apróság szokta kiverni a biztosítékot. Na, akkor most jöhet a történelmi analógia, hogy számtalan esetben, amikor nagy néplázadás tör ki, valami apróság. És akkor az elsöpri. Tehát itt nem egy millió emberbe kell gondolkodni egy 40 milliós vagy egy 140 milliós ország esetében, hanem 10 milliókról, mikor beadják a kulcsot. Azt nem lehet tudni. De ez Nyugat-Európára is érvényes, sőt az Egyesült Államokra is érvényes. Lebomlóba van az egész világrendszer. És amit mi hagyományosan polgári demokráciának ismertünk, az is. Viszont itt merül fel bennem az a kérdés, hogy ez a régi analógiák szerint működött volna, hogy elegük van az embereknek, a mindenből kimennek az utcára, megdöntik a rendszert, anarchia lesz, nem tudom. Viszont most, amikor a digitális korszakban élünk, akkor azt látom, hogy például az orosz-ukrán háború kapcsán a fotelből harcolnak egy kommentel. Elegük van és kommentelnek. Elegük van és hogy vajon ezek, amikor így, én kicsit azt is érzem, hogy a tech ipar miatt egy kicsit így le van szedálva az emberiség, hogy ebben a helyzetben vajon
még érvényesek a társadalom változtatásra való olyan mértékig konzerválják a viszonyokat a hatalmi elitek ezekkel az új technikai, technológiai vívmányokkal, hogy egész egyszerűen egyrészt nincs átalakuló képessége a szisztémának, mert a baloldalt megölték. Tehát mi? Vagy konzervat, vagy nacionalista, vagy liberális vagy. Ez ugyanannak a rendszernek két arca. Vagy egy éremnek a két oldala. Nem? És akkor régen megszoktuk azt, hogyha van valaki, aki egy alternatívát tud a fennálló. Nem is a liberális, hanem a progresszív szót használnám inkább már, mert ez már liberálisan is túlmutat. Már is, hát ez a hova vezet? Hát nem lehet látni, hogy hova vezet. Hát itt most helyesen mondták önök nagyon helyesen, hogy leszedálják a lakosságot, arra megy. De nincs alternatíva a fennálló gazdasági rendel szembe, akik ilyesmit képviselnek, vagy beállítják őket, hogy idióta. Hát nézzük meg csak Amerikában, a világhírű nyelvész, tudós, mindent el lehet rá, Chomsky például. Hát bizonyos körökben Magyarországon nem azt mondom, hogy lehülyézték, de már Chomskyt is kinevetik, tehát mindenkit lejáratnak, aki valami mást próbál mondani. Aki nem ebbe a két logikába képzeli a világot, hanem volt azt mondja, ő már emberek... antiszemita is, ami az ő esetében kifejezetten vicces, tehát... Hát ez mondjuk ennyi szólva vicces, még akkor is, ha vannak tényleg vitatható nézetei, de kinek nincsenek vitatható nézetei? Egy picit beszéljünk még, ha már a nacionalizmus szóba került, a nemzetállamokról, és... Van egy elvaratlan szála a beszélgetésünknek, lehet, hogy több is van, és a több kedves hallgatók ilyenkor ezt sokkal alaposabban átlátják, mint mi, és nyilván be is fogják kommentelni. De volt a Majdannal kapcsolatban egy megjegyzése a tanár úrnak, amit úgy emlegetett, hogy majdani puccs. Ugye ez a Ukrajna és az Európai Unió szerződésének az érvénytelenítése nyomán robbant ki ez a tanár úr által puccsnak, a Majdan hívei által forradalomnak nevezett eseménysorozat. Itt azért mégiscsak fölmerül a kérdés, és szintén az egykori szovjet birodalom részeként Magyarországon különösen fölmerül a kérdés, hogy vajon nem, azért nem egy nemzetállam polgárainak van-e joga arról dönteni, hogy akár katonai, akár gazdasági, politikai téren hova akarnak csatlakozni. Hát ezt mondom én is. Na de ott 6-800 ezer emberről beszélünk egy 40 milliós nép esetében, ahol elkergették egy hatalmi trükkel, meg a 800 ezeres tüntetéssel az elnököt. Az alkotmány szerint ott ezt egész máshogy kellett volna intézni. De ha ma... Tehát újra a régen az volt a szokás, amíg léteztek a polgári demokráciák, ma már valami átalakuló állapotban vannak ezek, nem is tudom, hogy kell őket nevezni, hogy hát tiszteletbe tartották az alkotmányt. Nem mindenütt, de egy csomó helyen mondjuk azért az európai, a mai Európai Unió országait veszed, volt bizonyos jelentősége az alkotmánynak. De ezt az alkotmánnyal ellentétesen kergették el az elnököt. A Janukovicsot. Az nem volt helyes, mert ha egy helyen az alkotmányt fölrúghatja egy tömegtüntetés, akkor máshol is fölrúghatja. Tehát ezt így, hogy a nép ezt akarta, meg azt akarta. Én nem mondtam, hogy a nép ezt akarta, hogy azt akarta, csak utólag megszavaztatnak a lakossága mindent. Igen, de ha ma Ukrajna, vagy egy évvel ezelőtt Ukrajna úgy dönt, hogy ő a NATO-hoz és az Európai Unióhoz akar csatlakozni, akkor ezt miért ne tehetné meg? Az egy más kérdés, hogy az Európai Uniós tagságra alkalmas-e, és mennyibe kerül ez az EU-nak, de ezt most hagyjuk. Ugye itt ha meg tudod beszélni a lakosságot, a propagandával rá tudod venni, hogy egy háborús bűnös szervezethez csatlakozzon, akkor fog csatlakozni. A NATO egy háborús bűnös szervezet. Én ellene szavaztam. Horn Gyulának is megmondtam annó, hogy én a NATO ellen szavazok, hát előbb lépjen be Magyarország az Európai Unióba, mondtam neki, és utána vitassuk meg.
Azt mondja, de hát nem így megy a dolog. Hoppá, mi van a kis országban? Tehát ez nem egy steril döntés van. Csatlakozásnak feltétele volt a NATO-tagság? Hát ez nem úgy van, hogy ezt írásba adják, de hát ő volt Kohl kancellárnak, akkor elmondta Kohl kancellár, akkor az amerikai nagykövet, tehát ezeknek az országoknak van bizonyos mozgástere. Ebben a mozgástérben ezt lehet csinálni. És bizonyos dolgokat nem lehet csinálni, és a hatalmi elitek addig szoktak elmenni a legbölcsebbek, a Hongyula ebben az értelemben szerintem a formátumos magyar politikusok között is a legjobbak közé tartozott, hogy egy pontig el tudott menni, amíg úgy érezte, hogy a hatalmi elit pozíciója szilárd. Addig el, és amikor látta, hogy itten már nem lehet tovább menni, akkor... Jobb lett volna Magyarországnak a semlegesség? Hát nagyon nehéz ezt így meg. Mert az, hogy a NATO volt... háborús bűnös, az egy ilyen moralizálós kifejezés, inkább nem pragmatikus. Isten, éppen én a morali tényekről beszélünk. Hát Irak megtámadása az ENSZ ellenére, hát amikor Londonban voltam, ott tartottam egy ilyen béke konferencián egy-két éve, és amikor azt mondtam, 500-an voltak, nagyon sokan, egy nagy templomban volt, régen templom volt, de még most is templom, csak ilyen békegyűléseket tartanak, hogy a Tony Blair háborús bűnös, akkor azt megtapsolták. Az a brit baloldalon a mai napig evidencia, csak Magyarországon ez nem jött át. A Bush is háborús bűnös, hiszen az Amerikai Egyesült Államokban a volt igazságügyminiszter mind a kettőjük ellen beadta a háborús bűnös vádpontot, hogy ezt tárgyalni kell, mert a két ember hát... Tehát igen, de a Németország és Franciaország ki tudott maradni ebből. Más kérdés, hogy a megyesi kormány nem akar, tehát hogy mondjam, a NATO, mint nem, konglomerátum. Ja igen, ez így van. Tehát korrekt. Ez így van. Most itt, ugye... ahogy azt is lehetett tudni, hogy Orbán Viktor ott járt Tony Blairnél, ugye, aki bombázni akarta az Eszéki hidat, abba beleegyezett a magyar kormány, de nem támadta meg Szerbiát. Tehát itt ilyen, a kis államoknak ilyen lehetőség. Szerintem az iraki háború ügyében nem fogunk vitatkozni. Én akkor, megmondom őszintén, nagyon másképp láttam, mint most ezt a kérdést. Én hittem ez ügyben az angol szesz propagandának, de a NATO-t végül ott nem sikerült belerángatni az iraki háborúba, pont egyébként Schröder és Chirac. Azért a britek ott voltak. A britek és az amerikaiak ott voltak. Kétségkívül, meg az úgynevezett új Európa, beleértve Magyarországot. Mások is részt vettek már benne, NATO államok, ilyen a megszálló feladatokkal azért ott volt. Mint hogy most is a NATO-val jelen Ukrajnában. És mint ahogy egyre többet lehet arról hallani például, hogy ha esetleg Ukrajnának nem sikerül a győzelem, akkor kik tudnának segíteni. Ugye volt a Lengyelországnak a Párizsba akkreditált nagykövetének egy mondata, amivel kapcsolatban aztán elhangzott, hogy félremagyarázták a mondatait, de hogy Lengyelország segíteni, és azért olyanokról is lehet hallani, hogy Kelet-Európából toboroznának zsoldos csapatokat, vagy hogy akkor valaki nem mint NATO tagország, de valahogy bemenne, hogy erre miközben azért tudjuk, hogy hírszerzési adatokkal, katonai segítséget... Tamás, nehogy megsértődjön, de tényleg túl sok ablakot nyitunk ki ebbe. A Gábornak igaza volt, mert ez egy elképesztően nagy kérdés. Hogy ki az, aki segít, hogy hát a segít szó jó-e egyáltalán? A politikában, a gazdaságban, a propagandában mondják, hogy valaki valakit segít, de valójában itt gazdasági, politikai érdekek vannak. Ha Lengyelország, amikor segít, akkor tulajdonképp a maga hatalmi pozícióit építi ki előrefelé abban a térségben, mert ő Amerikának az előretolt éke. De ezt ők ezt nem tagadják. Ugye itt az is kérdés, hogy Lengyelország azért csinálja ezt, mert annyira utálja az oroszokat, hogy annál még az ukránokat is jobban szereti, vagy azért, mert az amerikaiak azt mondják nekik, vagy azért, mert Ukrajna területén és ezért szoronganak egy kicsit a németek és az oroszok között. Nem mondjuk sose, tudom, hogy a beszélgetésben ez elkerült, de nem mondjuk, hogy lengyelek, mert milyen lengyelek. Tehát a legvadabb ruszofób
nacionalista hatalmi elit, ez a szélső jobboldali elit van most hatalmon Lengyelországban, de hát ott is vannak más hatalmi képződmények. Tehát még a ruszofóbiának, az őrületes, patológikus ruszofóbiának is azért vannak szintjei, típusai. Ezek, de hogy ez a mostani lengyel vezetés milyen jól megérti egymást egyébként az amerikai Egyesült Államok demokrata vezetésével? Mert az Egyesült, ahogy mondtuk, hogy a progresszívekkel. Hát az az igazság, hogy ők fegyverzik föl, ők támogatják ezeket a szélső jobboldali rezsimeket, ha az érdekeik úgy kívánják. Chilében, hát így volt ez Chilében, mikor az elnököt megölték, összerombolták a demokráciát. De van, amikor más érdekeik vannak. Tehát ez nem egy ideológiai döntés. El kell olvasni némelyik magyar lapot, ragyogóan megideologizálják az amerikai politikát. Tehát nem akarok itt újra mutogatni, meg személyeskedni, de hát vannak olyan szerzők, akik jobban megtudják az amerikai ruszofóbiát, politikát, a neonácikkal, meg szélső jobb oldala való együttműködés, jobban megideologizálják maguk az amerikaiak. Ha Blinken megkérdezed, akkor ő nem áll oda ideologizálni. Annyit mond, ugye, mint egy rendes küldetés tudatos ember, hogy a világon az Egyesült Államok védi a demokráciát és a függetlenséget, a kis népek függetlenségét. És pillanatnyilag most ott tartunk éppen, hogy ezt Ukrajnába védik. De hogyha elfogadjuk azt a, már pedig úgy látom, hogy tanár úrnak, hogy mondjam, van ezzel kapcsolatban empátiája mondjuk az orosz birodalmi logikát, akkor el lehet fogadni az amerikai birodalmi logikát is, nem? Én szerintem nem kell semmilyen birodalmi logikát elfogadni. Le kell írni a birodalmi logikát, gondolkodni kell, de hát mégiscsak abban kell az embereknek, mármint a humanista elkötelezettségű embereknek gondolkodni, hogy hogyan lehet megszabadulni a birodalmi logikáktól. Hát nem a birodalmakat kell nekünk építeni. Hogyan lehet a fennálló EU, USA, orosz, ukrán, mit tudom én, sorolhatnám a világ nagyja, hogyan lehet megszólaltatni a társadalmi tömegeket, a milliárdokat, hogy a saját érdekeikbe lépjenek föl, hogy valami olyan világot csináljanak, amihez közük van, amit ellenőrizni tudnak. És ahol nem kell föláldozni emberek 10 és 100 ezreit most már újfent. Ugye Erik Hobsbawm, a híres történész azt írta az Extremitások kora című, vagy Szélsőségek kora című könyvében, hogy a 20. században 189 millió ember gyilkoltak meg. És egy optimista ember volt, pár éve halt meg, 96 éves korában, híres marxista történész, akkor elkezdtünk gondolkodni, ez jó rég, már 20 éve jelent meg ez a könyv, és akkor elkezdtünk gondolkodni, és akkor a 21. században ez nem ismétlődhet meg. Az első 1 millió már megvolt a halottakból, a háborús halottakból. Tehát ezzel az optimista végszóval elbúcsúzik most a két tűz között, itt az Ultrahangon és az LTV YouTube csatornáján. Nagyon köszönjük Krausz Tamás professzor emeritusnak, hogy rendelkezésünkre állt, folytatni köszönöm fogjuk a két tűz közöttet. Király Tamás kollégám és barátom nevében is búcsúzom, Gavra Gábort hallották, viszont hallásra. Viszont hallásra.